90%-os megvalósulás. Vajdaságban 10 IPA projekt közül 9 megvalósult. Sikeres volt az Ásotthalom-Királyhalom határátkelő és az odavezető út kiépítésének infrastruktúrális projektje. A zsinagóga felújítása is kiemelkedő projekt. Az Unió ezt is támogatta. A keleti homlokzatra körülbelül 12 millió dinárt költöttünk el, aminek ugye a 85%-a IPA forrásból ered, és úgy finanszíroztuk. Nagyon nagy itt a város érdeme abban, hogy a városnak minden IPA projekt esetében az előfinanszírozást biztosítani kell, és csak utána tudjuk kérvényezni a pénzeszközöknek a megtérítését. Az IPA új pályázati ciklusa hamarosan megkezdődik, míg az idén kiírják a pályázatokat. Ezek várhatóan valamikor az idei év második felében végetáján kerülnek kiírásra. Most van ezeknek a programozásuk. Mindenképpen ajánlható lesz a civilek számára, hogy ezekre pályázzanak, kisebb civilek, nagyobb, tapasztaltabb egyesületekkel közösen, nagyobbak pedig más határon túli partnerekkel. A vajdasági civil szervezetek magyarországi forrásokra is pályázhatnak. Számukra a nemzeti együttműködési alap eszközei a legfontosabbak. A vajdasági magyar civil központok hálózatát azt a nemzeti együttműködési alap által ítélt eszközeiből próbáltuk működtetni az elmúlt két évben, amióta működnek ezek a központok, több-kevesebb sikerrel. A civil szervezetek legnagyobb problémáját a partnerkeresés jelenti. Nem könnyű megfelelő és megbízható projektpartnert találni, akivel hosszú távon együttműködhetnek. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat is átadják a Vajdasági Magyar Civil Szövetség előadásain. Újvidék és Szabadka után kedden Topolyán, csütörtökön pedig Zentán szerveznek fórumot.